talán nem tévedek, hogyha azt mondom, hogy Ószti Református Gyülekezet az egyik legősibb református közösség itt Kárpátalján. És nagyon sokszor, amikor ide látogatnak hozzánk akár az anyaországból érkező vendégek, többször feltették nekem a kérdést, hogy mi újság itt a végeken. És mindig elmondom, hogy ezek nem a végek, mert nagyon sok minden itt kezdődött, itt dőlt el, és ez egy ilyen biztos pont és egy biztos bástyája a magyarságnak, és így a mi gyülekezetünk közössége. Egy nagyon kis gyülekezetről van szó, hogyha mondhatnám így, hogy papíron 150-en vagyunk, ebből körülbelül 50-en dolgoznak külföldön, 100-an vannak idehaza, és ez a 100 gyülekezeti tag aktívan és egészségétől, energiájától ahhoz képest jelen van a gyülekezet életében. Ám nagyon érdekes ez a gyülekezet, ugyanis ugye itt vagyunk egy régi ősi városba, és sajnos az asszimilálódás az a mi esetünkben is jelen van, lehet vele találkozni, de elmondhatom, hogy ebben a gyülekezetben van egy pozitív asszimilálódás, azaz amikor egy magyar fiúcska, egy férfi elvesz egy ukrán nemzetiségű és ukrán ajkú hölgyet, a pozitív asszimilálódás úgy történik meg a mi gyülekezetünkben, hogy ezek az asszonyok megjelennek itt nálunk a padokban, vasárnapról vasárnapra, pont azért, hogy együtt legyen a család. Husztnak az az érdekessége még, hogy a vasárnapból nem csinálnak vásárnapot, és vasárnap itt leáll az élet, és minden felekezet a saját hitét gyakorolja, úgy a református, úgy a római katolikus, a görög, vagy a pravoszláv egyház, és mindenki tudja, hogy hol a helye vasárnap. És nagyon szép, hogy ezek a hölgyek itt részt vesznek, de számunkra ugye egy kicsit misszió is ez, ugyanis, hogy az Isten tisztelet, amely elhangzik magyar nyelven, a számukra nagyon sok esetben nem érthető, nem feldolgozható, így rájuk való tekintettel, ami gyülekezetünkben van, ukrán nyelvű biblióra. Ez azt jelenti, hogy amiről szó volt vasárnap, és talán ott egy kicsit unottan végigülték, ott hétköznapokon ezt át tudjuk beszélni, fel tudják tenni a kérdéseiket, és számukra ez egy teljesen új dolog, és rengeteg kérdésük van, rengeteg gondolatuk van pozitív értelemben, és mondhatnám így is, hogy ez a misszió nálunk itt Huszton nagyon jól működik. De ugyanígy van egy negatív oldala is ennek az asszimilálódásnak. Vannak olyan gyermekek, olyan hittanosok, akik sajnos nem tudnak már magyarul, de őket is próbáljuk bevonni a gyülekezet életébe, ezért rájuk való tekintettel van ukrán nyelvű hittanóránk is, és ezeket megosztva, úgymond a magyar hittanórákat, az ukrán hittanórákat is, hol külön, hol pedig egybe tartjuk, hogy a gyerekek be legyenek vonva a gyülekezet életében.